Mint egy 5400 vállalkozás 72 ezer munkavállaló bértámogatására nyújtott bekérvényt. ismertette az adatokat Bodó Sándor foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár, majd elmondta. A legtöbb igény a feldolgozó ipar a turizmus vendéglátás területéről, a kereskedelmi ágazatból és a gépjárműjavításból érkezett. A munkahelyvédelmi bértámogatási programra a veszélyhelyzet végét követő egy hónapig még várják a pályázókat. Az operatív törzs mai tájékoztatóján Müller Cecília a legfrissebb adatokat ismertetve elmondta. 1809 aktív beteget tartanak nyilván és újabb 5 halálos áldozattal, 430 főre nőtt az elhunytak száma. Zala megyében az elmúlt 24 órában egy fővel 176-ra emelkedett az új koronavírussal regisztráltak száma. Az országos tisztifőorvos kiemelte. Kedvezőnek tartja az egyetemek által készített meghívásos vizsgálatok eredményét, hiszen az eddig elvégzett 8000 teszt a lakosság alacsony átfertőződöttségét mutatja. A tájékoztatón mindemellett kis Robert rendőr alezredes elmondta, Ma újabb két határ átkelő hely nyílt meg az osztrák-magyar oldalon. A személyforgalomban külföldről hazaérkező magyar állampolgárok részére, valamint azoknak az ingázó magyar és osztrák állampolgárságú munkavállalóknak, akik az átlépés során rendelkeznek munkáltató igazolással, vagy a megművelt földterület tulajdonjogának vagy használati jogának igazolásával. Mától a megyei alsó határátkelő reggel 7 és este 7 óra között van nyitva, valamint Györmoson sopron megyében János Somorjánál reggel 5 és este 9 óra között van lehetőség a határátlépésre.